Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai tartalmas videómban. A mai videóban a Solvart feszültség szabályzóról szeretnék nektek egy picit beszélgetni. Ugye a motorkerékpáromba bekerült a Solvart nevezetű feszszabályzó. Ennek az az indoka, hogy már a harmadik feszszabályzót rakom bele. Nem azért, mert hogy rossz a motor, hanem azért, mert egyszerűen egy rossz megérzésem volt mindig is a motoroztam. Most bele építve a Solvart feszszabályzó. Nagyon szépen köszönöm a motorkerékpár és motorautó szerviznek az együttműködést, és köszönöm szépen nekik, hogy megcsinálták a motoromat, úgyhogy keressetek őket bizalommal. Szóval, miért van szép mondva a motor? Egyrészt AC pumpát kellett cserélni, ami itt van mellettem, tiszta benzinszagú. Körülbelül egy hónap után ez egy Piaggio-nak, vagy én, ahogy az interneten olvastam, nem tudom mennyire látszódik, Piaggio-nak a, jól mondom ki a nevet, elnézést kérek, Evo valami, nem tudom én milyen AC pumpa, és egyszerűen nem csinált annyi nyomást, hogy mindig leállt tőle a motorom. Most bele lett építve ez a fajta motorexces, hogyha megtalálnám a dobozát valahol, de úgy látom, hogy most itt a közelbe. Tehát egy motorex után gyártott AC pumpa került be, ami előzőleg is ez volt benne, csak akkor nem volt raktáron és nem tudtam volna szerezni. Most a kiamoto.hu rendeltem ezt a terméket, úgyhogy mutatom nektek, hogy hogy van beépítve az 535-ös virágcsóba a feszszabályzó is, meg az AC pumpa is. Mutatom a részleteket. Na szóval itt van föltéve a Solvart feszültségszabályzó, ugye kettő csavar fogja, jó stabil, mint az állat, plusz egy ilyen mögötte ilyen vasrudret főtéve, úgyhogy ennél stabilabb már nem lehet a feszültség szabályzóm. És ugye mondtam nektek, hogy fölraktam közben egy új AC pumpát, ami itt van, ezt a Tourmaxosat raktam fő, mert ez a, amit az előbb mutattam, ez a szar, ez nem adott annyi nyomás, vagy mindig leállt tőle a motor, ezzel meg sose volt baj. Két hetet kellett rá várnom, de egyébként nem olyan nagy durranás. Ugye egyébként egy csavar is fogja, de én fölraktam biztonság kedvéért ezt a másikat. Szépen azért vigyáztam rá, hogy ezt ne kérdezzétek, miért raktam fő, csak úgy fölraktam meg, mert ilyen vagyok. Szóval itt van ugye a bekötése, itt ez a kis vezeték, és ez a kettő ez van összecsatolva. Úgyhogy most a következő pár percben azt fogjátok látni, hogy először is alapjáraton mutatom nektek, hogy van töltése, meg hogy szabályoz ugye a feszszabályzó. A második opció, amit látni fogtok természetesen, hogyha jól tudom a kamerát rögzíteni, hogy 3000-4000-es fordulaton, hogy ugye szabályoz is, még egyszer is ugye. Szóval, akkor indítsuk be a motorkerékpárt, és nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel a feszszabályzóval. Tartsatok a folytatásban! Beindítottam a vasat, most mutatom nektek az alapjáratot. Tökéletes. Tökéletesen dolgozik. Hibátlan. Most megpróbálok rá pörgetni egy picit. Ha rá is tudnám rakni ezt a szart. Nem olyan egyszerű egy kézre. Talán most jobb. Figyelj, most 3000-re pörgetem. Kibátlan. Még egy kicsit jó Kibátlom, bekapcsolom az indexet. Tökéletes. Most a jobb oldalig. Ez is jó. Kompítot. Tökéletes. Féklámpa,
pátlan. Én ezzel megköszönöm mindannyiatok figyelmét, találkozunk a következő videóban is, tartsatok velem a következő részben is. Sziasztok!